szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Hírérték című műsorunkat látják, és ezúttal is megfelelni kívánunk mind a hír és mind az érték minőségének. Mai műsorunk címe és témája Széchenyi István, a legnagyobb magyar életművének emlékezete, egy olyan eseményhez kötve, amelyet május 28-án a Széchenyi Társaság rendez a Budapesti Vigadó Makovec termében délután 17 órai kezdettel. Erről fogunk beszélni, és mindannak tartalomról, amelyet a gróf erre a nemzetre hagyott, és ezért a nemzetért életével együtt bizonyított. Tisztelettel köszöntöm mai kedves vendégünket, dr. Rubovszky András urat, aki a Széchenyi Társaság főtitkára, de engedje meg, hogy néhány olyan háttérinformációt is megadjak önről, aki szó szerint fizikai mi voltával, szellemiségével kísérte Széchenyi útját, emlékeit, egyáltalán mindazt, az infrastruktúra megmaradását és élő elevenen tartását, amire mi ezt a műsort is ünnepélyessé kívánjuk tenni. Az 1980-as évek közepétől megalakulásáig, 1989-ig, illetve 89-től kapcsolódó többe aktívan a Széchenyi Társaságnak, most már ugye ebben az minőségében, ahogy most látjuk, de már az előkészítő munkákban is jelen volt. Jelen volt úgy is, mint a Gellért szálló vezérigazgatói 1988 és 2000 között töltötte be ezt a tisztséget, a Magyar Szállodai Szövetség elnöke, jogi és etikai bizottság vezetője. Ugyanakkor jelentős munkát folytatott és folytat folyamatosan fejlesztve az egészségturizmusban, 2010-ben a Széchenyi Emlékév kezdeményezésében, végigvitelében, jelenleg turisztikai tanácsadó irodát is működtet, de ezzel együtt folyamatosan élő eleven tartja, hangsúlyozom, a Széchenyi emlékművet. Úgy is mondhatjuk, hogy hungarikum ünnep. Óriási nagy dolog történt a Széchenyi Társaság részvételével, de mindenképpen az egyik kezdeményezője ennek ön volt. Beszéljünk erről, miért fontos, mi a terv, és az említett programról is, amit az előbb közvetítettem. Parancsoljon! Köszönöm a meghívást, köszönöm a szép szavakat, és remélem, hogy a Széchenyi Társaság most immáron hosszú évtizedes, több majd közel 30 éves működése igazolja is, ami itt elhangzott, és sikerül elérnünk vagy megközelítenünk azt a célt, hogy a Széchenyi tisztelet Magyarországon minél szélesebb körű legyen, a Széchenyi ismeret nem csak szélesebb körű, hanem minél alacsonyabb, minél alaposabb is legyen. Hál' Istennek nem vagyunk egyedül ezen a téren, számosan vagyunk, akiknek ugyanez a célja. Mindenek előtt itt meg kell említenem az Országos Széchenyi Kört, a Széchenyi Alapot, azt a Széchenyi Alapot, amelyik éppen kezdeményezte gróf Széchenyi István szellemi hagyatékának a hungarikummá nyilvánítását, amely 2014. március 18-án a Hungarikum Bizottság határozatával meg is történt. És itt most egy pillanatra szeretnék megállni, és egy kicsit elidőzni a hungarikum értelmezésén, mert én azt hittem, hogy a Széchenyi életmű és szellemi hagyaték hungarikummá való nyilvánítása, az mind a közvéleményben, mind a tudományos életben egy ilyen egyértelmű sikertörténetként fog visszaköszönni. És nem mondom, hogy nem így volt, és nem Széchenyi értelmezésében van a baj, hanem a hungarikumoknak az értelmezésében. Nem ment keresztül a közvéleményen az, hogy nem csak a paprika, meg a halaszi csipke, meg a herendi porcelán, meg a karcagi birka pörkölt hungarikum, és
Mindenki azt mondja, hogy na hát sikerült Széchenyit egy sorba állítani Magyarországon a birkapörkölttel és a szegedi paprikával. Holott a Hungarikum törvény nem erről szól. A Hungarikum törvény felsorolja a termékeket, a szolgáltatásokat, a hagyományokat és mindazt, ami Hungarikum, tehát a Magyarországra és csak Magyarországra jellemző bármilyen terméket, így szellemi terméket is, és a Hungarikum kifejezetten törvény tartalmaz egy olyat, hogy Hungarikummá nyilvánítható az, aki a szellemi hagyaték, a kultúra, stb. Na most nyilvánvaló, hogy azzal, hogy egy embernek az életműve Hungarikum, itt fölmerül az, hogy hát akkor még 50 ilyen ember van, még 100 ilyen ember van, még 1000 ilyen ember van. Hát nincs ennyi. Hosszú viták eredményeképpen tulajdonképpen néhány emberben sikerült egyességet is teremteni, hogy ki az, akinek a szellemi hagyatéka Hungarikum. Széchenyi István egy egyszeri és megismételhetetlen alakja a magyar szellemtörténetnek, a magyar polgárosodás, a magyar államiság történetének. Olyan egyedi megjelenítése szükséges, és azt a jellemzőjét is magán hordja, hogy Széchenyi csak Magyarországon, és a művei csak Magyarországon ismertek, illetőleg a műveiről és munkásságairól Magyarországra lehet gondolni. Nézzük meg, hogy a történelemben talán Szent István volt egy olyan figura, akinek a művei szellemi hagyatéka kifejezetten magyar. Ha a művészetbe és a kultúrába megyünk, akkor nyilván nagyon hosszú ideig lehetne ezt sorolni, de mégiscsak a Kodály módszer és a Kodály az, amelyikre azt mondjuk, hogy Hungarikum. Na most fölmerülnek ezek a kérdések, tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Széchenyi Alap és annak elnöke Budai Miklós kezdeményezésére megtörtént a Széchenyi szellemi hagyatékának a Hungarikummá nyilvánítása, és őszintén örülök annak, hogy ez a Hungarikummá nyilvánítás, ez nem csak Széchenyinek adott és az életművének nem rangot, mert az eddig is megvolt, méltó helyet a magyar szellemtörténetben és nemzettörténelemben, hanem föl fogja hívni a figyelmet arra a kincsre, ami Széchenyi életműbében, szellemi hagyatékában és alkotásaiban rejtezik. Kevesen tudják azt, hogy például a Széchenyi naplójának körülbelül a fele az, amit pillanatnyilag olvashatunk. Tehát a nagy része gótbetűkkel német nyelven írt, és még ki sincs olvasva, tehát egy jelentős része, közel a fele, még le sincs fordítva magyarra. A Széchenyit mindenki ismeri, mert róla van elnevezve a Lánchíd, az Akadémia, most hál' Istennek már az Akadémia előtti tér is, tehát Széchenyiről bank van elnevezve, tervek vannak elnevezve, intézmények vannak elnevezve, de maga a Széchenyi ismeret és a Széchenyi tisztelet az lényegesen mélyebb és alaposabb kell, hogy legyen, mint az ifjúság körében, mint pedig a magyar közvélemény körében. Méltatlan állapotban van például a Nagyszentki Széchenyi kastély pillanatnyilag is. Évek óta, hosszú ideig múzeum volt, aztán leminősítették, bemutató helyé, emlékhelyé, most vissza fogja kapni. És remélem, hogy ez a Hungarikummá való nyilvánítás, ez a kormányzatnak az elmúlt évek során tanúsított oly sok magyar nemzeti értéket
tisztelő, helyreállító és megbecsülő tevékenységének az egyik folytatása lesz a következő években az, hogy ezt a nagyszentki Széchenyi kastélyt, amely most már a Nemzeti Múzeum része, ismét pompájában láthatjuk, a parkot pompájában láthassuk, a lovarda visszakapja a régi fényét, a hársfasort meg tudjuk őrizni. Most azért beszélek erről ilyen sokat, és nem a méltatást, hanem inkább azt, hogy a Hungarikum nyilvánítása az elismerés mellett egy kötelezettséget is ró ránk és mindenkire, hogy a tisztelet az tettekben nyilvánuljon meg, hiszen Széchenyi egyik örök életű mondása az, hogy a szó elszáll, ahogy mi szoktuk mondani, a tett megmarad, de Széchenyi nem ezt mondja, ő azt mondja, hogy a tettekben kell, és nem szavakban kell megnyilvánulni a hazafiságnak. Na most a kormányzat számtalan jelét adta a tettekben megnyilvánuló hazafiságnak, épp így egy következő lépésben ennek a nemzeti emlékhelyé való nyilvánítása, a múzeumi rangnak a visszaadása, és a Kárpát-medence egyik magyar kulturális és szellemi központjává tétele ennek a kastélynak, ez biztos vagyok benne, hogy meg fog valósulni, és akkor minden iskolás gyerek a 12 éves oktatása során legalább egyszer elmegy Nagyszentkre, és megismeri ezt a hatalmas géniuszt. Főtitkár úr, gyönyörűen és megszívlelendően foglalta össze a múlt, a jelen és a jövő terminológiájának és abban meghúzódó feladatoknak a jelentőségét, Széchenyi személyiségét és főleg pályáját, életmunkáját illetően is. Az, hogy nem olyan könnyen ment a Hungarikummá való nyilvánítás ennek a fantasztikus életútnak és tevékenységnek, ez az előítéletek, rosszul beidegződött előítéleteknek a leküzdését is jelentette, ugyanakkor azt is, hogy nem mindig jól fogják fel a Hungarikum minőségének az értékét, de sajnos a köztudat a törvényről keveset tud, vagy majdnem ott semmit. Azok tudnak, akik ezzel foglalkoznak, úgyhogy nem volt olyan könnyű nyilván áttörni ezt a bizonyos Rubikon, de hál' Istennek sikerült, és a legnagyobb dolog megtörtént, és a tett nyitottabbá válhatott Széchenyi munkásságának a proklamálása, követése. Amit említett, hogy az időszerűség, mondjuk ki, mind meghúzódott a gondolataiban, az elmondottak alapján az időszerűsége, számtalan dolog van. Jelen pillanatban mindjárt három. Azon elvek alapján, hogy Széchenyi elsősorban gyakorlati ember volt. Valóban Magyarország gazdaságára koncentrált, hogy ezt fel kellene emelni, méltatni, hisz éppen egy korábbi műsorban hangzott el az egyik ilyen gondolatmenete, hogy Magyarországnak olyan gazdag a termőföldje, hogy annak haszon nélküli lehetősége is más államoknak hasznot tudna hozni. Egyszerűen fantasztikus. A földkérdés, a birtokkérdés és a közlekedés, ez például ma is ugyanúgy igaz, azzal együtt, hogy természetesen a technika és a technológiai környezet jelentősen megváltozott, de Magyarországra ugyanúgy igaz, hogy ezekkel a feladatokkal törődjünk. A hitel, a világ, a stádium, a kelet népe, ezen belül és számtalan egyéb Széchenyi gondolatokat tartalmazó munkásságának az újra tanulása, tanítása szinte majdnem, hogy a nulláról kell, hogy elinduljon. Nagyon keveset tud a fiatalság Széchenyi munkásságáról, és az önök társasága, karöltve ugye kapcsolódó Széchenyi nevet viselő civil intézményekkel, ezt egyre inkább radikálisabbá teszi. Milyen kiadványok vannak, lehetőségek erről, hogy hozzájusson a köztudatban dolgozó ember, a tanár, bárki? Ezzel is foglalkoznak. Az elmúlt években mi is váltottunk a kommunikáción. Persze továbbra is fontos az, hogy legyenek nyomdai megjelenítésű
művek, főként Széchenyi munkáinak a újrakiadása. Ugyanakkor nem feledve azt, hogy a konferenciák és előadásoknak a fontossága az nem veszített az értékéből, de megalkotta a Széchenyi Alap, a Széchenyi Kör és a Széchenyi Társaság az Széchenyi Fórum elnevezésű honlapot, amely Széchenyi Fórum a Széchenyi Tisztelők Fóruma, tehát egy olyan bárki által elérhető honlap, ahol valamennyi Széchenyi Társaságnak az aktuális tevékenysége olvasható, rengeteg sok minden tartalommal, illetőleg átklikkeléssel olvasható Széchenyitől és Széchenyiről, és megismerhetjük azt a valóban gazdag rendezvény sorozatot és rendezvény dömpinget időnként, amely a Széchenyi nevében és Széchenyi hagyatékának az őrzése, adaptálása érdekében kisebb társaságokban megvalósul. Nem kell, hogyha egy baráti kör, egy polgári kör, egy kulturális egyesület, egy szalon, akár Széchenyinek nevezi magát, mindig Széchenyiről legyen szó. Szólhat bármiről, de megfeleljen azoknak a kritériumoknak, amely Széchenyi hegy szellemi hagyatékához méltó. Vagy mondjam azt, hogy nemrég alakult meg Nagyváradon egy Széchenyi szalon, ahol alig egy hónappal ezelőtt mintegy 50-60 nagyváradi értelmiség jött össze, és beszélgettek egymással, és ezek az alkalmak, ezek rendszeresen visszatérő alkalmak lesznek, vitatindító előadások, de ugyanígy Budakeszin minden hónapban összejön egy baráti kör, Óbudán működik egy Széchenyi baráti kör, a felvidéki Hidaskürtben, Komáromban működik egy Széchenyi polgári társaság, tehát széles a kör, akik Széchenyivel foglalkoznak. De ez a honlap, visszatérve erre, ez egy nagyon modern és mindenki számára kézenfekvő konzultációs és hozzászólási lehetőséget ad. Ebbe bárki hozzászólhat bármilyen témához, megteheti a jegyzeteit, beleírhat. Azt el kell mondanunk, hogy bizonyos kontroll alatt kell tartani egy ilyen nyilvános honlapot, mert az emberi ész és az emberi aljasság az egymással, ha nem is fér össze, de néha úgy párhuzamosan jár az éterbe, tehát azért nem akarunk ebből egy olyan nyílt fórumot csinálni, ahol nem cenzurázunk, csak azt, ami obszén, ami nem erkölcsös, ami nem való ide, azokat szűrjük ki. Egyébként a megnyilvánulások azok teljesen szabadok és vitára serkentők. Nemrég rendeztünk egy nagyon szép konferenciát a Nemzeti Múzeumban, ahol tulajdonképpen végigvettük 8 előadás sorozaton keresztül azt, hogy melyek voltak a magyar történelemnek azok a pillanatai, amikor a nemzeti összefogás átsegítette a magyar nemzetet a továbbélésen, illetőleg próbáltuk rendbe tenni azokat a pillanatokat, ahol oly mértékű nemzeti széthúzás él a köztudatba, amely viszont nem felel meg a valóságnak. Tehát itt
tulajdonképpen a vándorlás korától kezdve a nemzet eredeten keresztül egészen a 19. század végéig haladva nagyon szépen végigmentünk a magyar történelmen. Korabeli dokumentumokkal nem kimélve a magyar nemzetet és a mindenkori magyar állami berendezkedést a kritikáktól, és büszkén fölmutatva azokat az eredményeket, amiket a magyar államiság ez alatt, az 1000 év alatt elért. Most egy ünnepet akarunk rendezni, ha szabad elvenni talán a riporternőtől a szót, és hát ezzel kapcsolatban is szívesen beszélgetnék. Főtitkár úr, sőt, kérném is arra. Egyrészt kihasználva, sajnos ugye minden műsoridőnek megvan egy bizonyos intervalluma, úgyhogy 4 percünk van, és az ilyenkor az nagyon jó ajándék, hogy betekintést adjon ennek az örömünnepnek most már a tartalmában, egészen pontosan a május 28-án délután 17 órától kezdődő Széchenyi nagyon szép ugye este, most már tényleg örömünnep a Hungarikumá való minősítését illetően, programról, és amit most jelzett, igen, örömmel ünnepeljük, de úgy, hogy mindig az egészséges, építő kritikával, ahogy ezt a korábban is ön jelezte, hogy mindig megtette a mindenkori jelen vezető grémiumának. Akkor beszéljünk egy kicsit erről. Egy ünnepet szeretnénk rendezni a most megnyílt Vigadóban, méltó helyen, a Magyar Művészeti Akadémiával való együttműködésben. Köszönet illeti a Barankovics István Alapítványt, amely támogatja nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is ezt a rendezvényt, és így létrejöhet egy olyan 2 órás ünnep, amelyben korlátozott mértékű előadások hangzanak el, 8-10 perces előadások, és mindössze 3 darab, tehát nem a konferencia jellegét hangsúlyozzuk. Széchenyi gazdaság pénzügypolitikájáról és annak erkölcsiségéről és nemzeti jellegéről lesz szó. Általában Széchenyi tevékenységéről lesz egy előadás, majd kiemeltük Széchenyinek a sport tevékenységét, mert jelen pillanatban örömmel látjuk azt, hogy a kormányzat igen nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy az ifjúság egészségére, sportjára és a magyar sport sikereire különös hangsúlyt helyezzen, ezt sem kommunikációt, sem felvilágosítást, sem anyagiakat nem kimél, holott Széchenyi azt mondta, hogy vigyázz tested épségére, hogy a szellemed uralkodhasson rajta, és a szellem kifejthesse a tevékenységeit. Kevesen tudják, hogy a tenisztől kezdve a pingpongon át az evezésig Széchenyinek köszönhetjük ezeknek a sportágoknak, és a lósportról és a többiről nem beszélünk. Na, ez erről lesz egy előadás, és amellett pedig zongora, ének, kamarazenekar, nagycsaládos zenekar, a Benyus testvérek kamara együttese, ahol 10 gyerek és 40 unoka járul hozzá a nemzet építéséhez. Fölléptetünk gyermekkórust, iskolai gyermekkórust, tehát a jövőnek szeretnénk üzenni, és a jelennek azáltal, hogy van egy értékünk, gróf Széchenyi István, aki mindenkié. Ismerjük meg, és ünnepeljük, és méltóképpen ünnepeljük. Főtitkár úr, még egy nagyon szép témát érintett, a nagycsaládos, ugye, zenekar, kitevő családot, illetően Széchenyi gondot fordított arra, hogy külön a nőknek mi a feladata, az anyaság kérdése, a társ, mint feleség,
és természetesen a gyermekek sorsát illetően is. Úgyhogy itt a hit és az erkölcs, amely Széchenyi gróf életútját, mint egy keret is megadta, ez ebből is kitűnik. Kedves nézőink, igazi öröm ünnepre várjuk Önöket, és öröm ünnepről számoltunk be gróf Széchenyi István életművét illetően, és az egész életművet Hungarikuma emel is illetően. Még egyszer megköszönöm Rubovszky úrnak, hogy elfogadta a meghívást, és én remélem, hogy ez az este tartalmasan telt el ebben az alig fél órában. Még egyszer köszönöm, hogy velünk voltak, és szeretettel várjuk Önöket, azzal a gondolattal, amelyet Széchenyi István oly sokat a lelkünkre bízott. Hinni és hihetni egymásnak, de vigyázzunk, Magyarország pillanatai drágák. Viszontlátásra!